Két fő oka van, hogy a kamaszkorú Johann Sebastian műveiből semmiféle kézirat nem maradt fenn az utókornak. Fiának visszaemlékezése nyomán elsődlegesen az, mely szerint Bach nem kívánta legelső munkáit mintául állítani saját tanítványai elé, és maga sem akarta megőrizni őket archiválási céllal. A másik ok, hogy Bach a maga korai műveit nem a ma is használatos hangjegyírással jegyezte le, hanem a régi német tabulatúra írásmóddal. Mivel ez a gyakorlat az 1700-as esztendők elején végképp kiment a divatból, az ilyen kéziratokból alig maradt fent néhány. A roppant híres D-moll tokkáta és fuga rendkívüli módon jellemző a fiatal Bach merész, virtuóz szemléletére, de arra is, hogy még nem tudja teljes magabiztossággal kezelni a forma és a fugában alkalmazott ellenpont egy némely elemét. Fiatalos, féktelen lendületű darab, nagyon is olyan modorban, amelyet Bach később billentyű huszárnak nevezett. A kezdő passzázs. Makacsul ismétlődő oktávkettőzéseket foglal magában, amilyenekhez foghatót Bach organazenéjében később egyáltalán nem találhatunk. Ennek talán az lehetett az oka, hogy a szép hangú orgona elég vékonyka hanggal rendelkezett, és az oktávkettőzés ötletes megoldásnak tűnt a hiány pótlására. És még ha úgy is tűnik, hogy a zabolátlan tokkátában a komponista elragadhatta magát, észre kell vennünk, hogy a későbbi szerkezet feltűnően rendezett marad, és az egész művön keresztül húzódik, és benne rejlik a művet indító fő téma és annak fordítása. Az erős improvizációs késztetés ellenére is szabályos fuga témája éppen úgy a tokkáta híres nyitódallamából származik. A D-moll tokkáta és fuga első ránézésre bravúr darab, ám rengeteg fegyelemmel és átgondoltsággal, amely már előrejelzi a későbbi Bach organikus művészetének hihetetlen jövőjét.